mert ő nélkül a semmiek, és soha semmit nem tudunk lenni. Hitükről beszéltek a fogvatartottak Fekete Károly református püspöknek. Ez egy különleges, úgynevezett apak körlet a tiszalöki börtönben. Így csak vallásos fogvatartottak vannak. Ez egy nagy kegyelem számunkra, mert ugye a világi ember, ő nem adja ma oda magát Istennek, nem is veszi jó névvel. Sokszor gúnyoltak bennünket a Biblia miatt, itt viszont nincsen szó sincs erről. Ilyen körlet csak Tiszalökön és Vácott van Magyarországon. 15 fogvatartott tölti itt büntetését. Az itt élő emberek valóban a saját maguk által felállított regula alapján, saját maguk által felállított krisztusi szabályok alapján tényleg igaz hittel olvassák a Bibliát, igaz hittel élik a mindennapjaikat, és hát legyen elég csak annyit mondani, hogy az egy év alatt, amit ők eltöltöttek ezen a körletrészen, hiszen itt fegyelemsértés például nem történt. Először kísérte orgona a zsoltár éneket a tiszalöki börtönben. A református szeretetszolgálat adományozta hangszert az intézménynek. Ez az orgona pedig pont nagy csütörtökön kerül ide, ez ebben azért jó, mert ilyenkor a harangok Rómába mennek, az orgonák pedig a börtönbe jönnek azért, hogy felvidítsák azokat, akik hát itt néha játszani is fognak rajta, hogy együtt énekelnek, és mi azt kívánjuk, hogy ez minél tovább hangozzék. Az új orgonát Fekete Károly, a tiszántúli református egyház püspöke szólaltatta meg. Az egyházi vezető azt mondta, a börtönben különleges hangsúlyt kap a húsvéti bűnbocsánat. Sokkal mélyebben érinti őket, sokkal fontosabb nekik, óriási figyelem volt, és egy olyan légkör, amelyik arról árulkodott, hogy az Istenre szorult ember, az mindegy, hogy börtönben van, vagy kint van, az Istenre szorultságát, ha megéli, akkor abból nagy változások lehetnek. Az a reménységünk, hogy aki az evangéliumot meghallja a börtönben, az kint, a szabad életben egészen másként fog majd élni. Ökumenikus istentiszteleten emlékeztek ma a fogvatartottak nagy csütörtökre, Jézus utolsó vacsorájára. Azt tervezik, hogy áprilisban felszentelik az új görögkatolikus kápolnát is a tiszalöki börtönben.